A kollégiumi komplexum legújabb szárnya előtt vágta át a tiszteletbeli elnökség a nemzeti színű szalagot. Ez a létesítmény több, mint egy kollégium, mondta dr. Földesi Péter, az egyetem rektora. Nem csúsztunk, nem késtünk, minden az utolsó szög is az időben a helyére került, és ez a multifunkció, ez továbbra is megmaradt, hiszen már nyáron az EOF után volt egy másik rendezvény, a Formula Student Hungary, ahol szintén nemzetközi csapatok itt kerültek elhelyezésre, és az is a jövő, hogy egy együttműködés alapuló, közös, szinergikus hatásokat kihasználó rendszert építünk itt mi Győrbe. Itt nincs külön város, meg nincs külön az egyetem, mi egyben gondolkodunk. Az egyetemisták nevében a hallgatói önkormányzat elnöke arról beszélt, hogy jó Győrben ebben a felsőoktatási intézményben diáknak lenni. Én úgy vélem, hogy egy ilyen új modern környezetben jó Széchenyi is hallgatónak lenni, és örömmel tudunk majd az egyetemi éveinkre visszaemlékezni. Jó érzés ide tartozni és ennek a nagy családnak a része lenni. A két új épülettel és a régi kollégium felújításával véleményem szerint ismét egy nagy szintet ugrott a Széchenyi István Egyetem a szolgáltatások minőségének szempontjából. Családon belül, baráti köröknek, egyéb ismerőseimnek mindig bátran és büszkén ajánlom majd egyetemünket, mert jó érzés látni, hogy mások is ugyanolyan jól érzik magukat itt, ebben a környezetben. Az új 10 szintes, 20 ezer négyzetméteres kollégiumi épület már nyáron kiválóan vizsgázott, emelte ki Borkai Zsolt polgármester. Hála Istennek, sok partnerrel együtt közösen meg tudtuk valósítani, meg tudtuk hozzászerezni a pénzt, meg tudtuk hozzászerezni az akaratot, és nem utolsó sorban megtaláltuk azt a vállalkozót, aki annyira rövid idő alatt ilyen minőségben fel tudta építeni ezt a fantasztikus létesítményt. Én szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, bár azért azt is tegyük hozzá, hogy funkciójában valóban már egy komoly vizsgán esett át ez az épületegység. Az első nagy komoly vizsga, számunkra is nagy komoly vizsga volt, hogy Magyarország Győr városa először rendezhetett olimpiát, és ehhez az olimpiához egy olimpiai faluként adhatta ez az épület a szállást. Megígértük és megépítettük, kezdte beszédét Kara Ákos, és hozzátette, a hazai felsőoktatás fejlesztése már folyamatban van. A kormány a felsőoktatás tekintetében egy átfogó fejlesztési program végrehajtása közben van. Számos pontján az országnak zajlanak a felsőoktatásban beruházások, és nyilván külön öröm számunkra, győriek számára, hogy a kormány elismeri és értékeli a Győri Széchenyi István Egyetem munkáját minden tekintetben. Ez azt jelenti, ezt láthatják, tapasztalhatják, hogy rengeteg beruházást zártunk le, és rengeteg fejlesztést indítottunk az elmúlt hónapokban, és még sok mindent tervezünk a későbbiekben is. Ehhez a kormány partnere a Győri Széchenyi István Egyetemnek. Az első két szint oktatási, tehetséggondozási és kutatási funkcióknak is teret biztosít. Ezek a típusú fejlesztések az egész gazdaság számára lendületet adnak, mutatott rá Simon Róbert Balázs, országgyűlési képviselő. A CSOK alapján az építőipar meglendült, és rengeteg fiatal vásárolt ingatlant Magyarországon, illetve nevezett be különböző lehetőségekbe. A másik pedig egyértelműen azok az úgynevezett közberuházások, amelyeket az állam, illetve az önkormányzatok generáltak, ugye esetünkben 9 milliárd forint, ami alapján aztán ez a teljesítmény elérhető lett Magyarországon, tehát ez az egyetemi fejlesztés is hozzájárult ahhoz, hogy az elmúlt időszakban tovább emelkedett a magyar gazdaság teljesítménye. A 9 milliárdos beruházást a magyar állam 6, Győr városa pedig 3 milliárd forinttal támogatta. Az új épületszárny 1100 új kollégiumi férőhelye mellett megújult a már meglévő Hegedűs Gyula kollégium is.